Matematika. Tegnap a magyar nyelv és irodalomból tett vizsgával indult el az érettségi időszak a diákoknak, május 9-én pedig az általuk talán legkevésbé várt tantárgy a matematika következett. A következő napokban jön majd a történelem, az angol, majd a többi tantárgy. A Kossuth iskola érettségiző tanulói is izgatottan léptek be a számukra kijelölt terem ajtaján. A Kossuth iskolában három osztály tesz érettségi vizsgát, közel 70 tanulóval. És hát ez a mai nap, ez egy különleges nap, ugyanis nem tudom, hogy ilyen mumus ez a matematika, de ettől a diákok mindig szoktak félni, talán kicsit jobban, mint a többi tantárgytól, de azt gondolom, hogy a tanulók megkapták a megfelelő felkészítést itt ebben az intézményben, és biztos tudással vághatnak neki ennek a mai napnak is. A középszinten vizsgázó tanulókra 180 perc, vagyis 3 órányi kemény megpróbáltatás várt. Volt mérteni sorozat, számítani sorozat, volt századik számítás, és volt egy-két szöveges feladat. Hogy érzed, hogy sikerült neked? Esetleg egy kicsit így összehasonlítanád a tegnapi magyarral is? Hát a tegnapi magyarhoz képest szerintem sokkal nehezebb volt. Én azt érzem, hogy viszonylag jól sikerült megírnom. A középszintű matematika érettségi összesen 2 részből állt. Az első részben 10-12 darab olyan feladatot kellett megoldaniuk a tanulóknak, amik az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét teszik próbára. Ennek a megoldására összesen 45 perc állt a rendelkezésükre, majd az A és B részekből álló hosszabb feladatokat tartalmazó második feladatlap következett, aminek a megoldására 120 percet kaptak. A magyar az sokkal jobban sikerült, mint a matek. Hát a szóbeli az fixen megvan. A matek. Hát igazából ennyi. A magyar az sokkal könnyebb volt. Szerintem, hát nem tudom, az ilyen 3-as, 4-es, ez meg ilyen, szerintem a 2-es lehet, hogy megvan még az is. Voltak egyszerűbb és könnyebb feladatok is. Az első feladatlap az elég egyszerűnek tűnt, a második feladatlap az kicsit nehezebb volt. Szerintem egész jól sikerült ahhoz képest. Azt gondolom, hogy egy nagyon barátságos feladatsor. A minimum szintet minden nehézség nélkül el lehet benne érni. Azt gondolom, hogy ugyanakkor megvan a feladatsornak a megfelelő színvonala is, hiszen a 4-es, 5-ösért, a jobb jegyért viszont meg kellett dolgozni. Az érettségi vizsgák sorozata szerdán történelemmel folytatódik majd. Legjobbát adva válaszolj.